megteltek a csantavéri pádói Szent Antal templom padjai az ünnepi szentmisére. Rengeteg fiatal, mosolygós arcot lehetett látni. Az apróbbak az első sorokban mind feszülten figyelték a szertartás menetét. A fiatalok mellett a falu idősei is szép számban látogattak el a templom búcsú alkalmából tartott szentmisére. Jó volt. Az volt a legjobb, hogy sok pap volt. Valamikor nem volt ekkora, csak ez az atya, ez kiharcolta, vagy hogy mondjam, lehetőségét tette azt, hogy ilyen szép ünnep van. Valamikor eljöttünk a templomba, és utána mentünk kapálni. De máma azt mondják, hogy nem szabad dolgozni, mert a Szent Antal ez erős, szent hívő. És akkor azért ünnepeljük meg. Örülök neki, hogy ilyen jó elmúlt is, meg minden. Akkor nem volt mindig ilyen nagy ünnep ez? Nem volt. Most kijelentette vasárnap, hogy ez piros betűs ünnep. Úgyhogy estére is lesz 6 órási. Akik délelőtt dolgoztak, mondjuk a gyárba, akkor azok elbírnak gyűnni. Utcai Róbert csantavéri plébános elmondta, egyre nagyobb az érdeklődés a templom búcsú iránt, amelynek szerinte minden falu életében mindig kiemelkedő ünnepnek kell lennie. Örülök annak, hogy szép számban összejönnek, és így kérjük együtt évről évre templomunk védőszentjének a közbenjárását, hogy az Úr adja bőséges áldását a munkánkra, a mindennapi küzdelmeinkre, az életünkre, és természetesen a Jóisten szeretete és áldása kísérje minden örömünket. Páduai Szent Antal egyebek között a szegények védőszentje, portugál származású ferences rendi teológus és hitszónok volt. Június 13-ai ünnepe a Lilium nyílás napja, amely a hagyomány szerint az ártatlanság és a tisztaság virága.